Pedig hálával köszönjük neked ezt a Isteni szeretet, amelyet most itt lehetünk. Köszönjük azt, hogy hívhatjuk segítségül a te neved, és kérhetjük azt, hogy szólj hozzánk. Hiszük azt, hogy neked van szavad hozzánk, és a mondani való, ami a te akaratodat illeti, a család életre nézve. Kérünk Istenünk, hogy segíts nyitott fülvel, nyitott szívvel lenni, áll meg a fiatal párt és minden családot, amelyik jelen van. Kérünk, hogy minnyájunkat szólíts meg, és segíts abban, hogy tudjuk alkalmazni ígéret, és mindazt, amit elhangzik. Kérünk, hogy fogadd el kedvesen, szeretnénk neked szentelni ezt a délután, így itt jelen, te szent lelked által, és a te szent neved legyen megdicsőítve mindenben. Hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztusért, kérünk. Foglaljunk helyet. Mindenki sok szeretettel köszöntünk az Úr Jézus Krisztus nevében, ezen a mennyegzői tiszteleten. Köszöntjük a főlegényt, a mennyasszonyt, és köszönjük az ő kedves szüleiket, testvéreiket, hozzátartozókat, barátokat, gyülekezeti tagokat, ismerősöket. Vannak olyanok, akik más helyekről jöttek, az ország különböző pontjairól, legkevésbé Zilandról is, hiszen a vőlegény onnan származik. Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen ezen az Isteni szeretem, és megértessük mindjárt az ő akaratát. Most énekelni fogunk éneket, azután az éneket is. Thank you.
chiesa è molto più giunta. Ciò ci mette in capisce non è tanto avviso che a smondo ma turno in un rombo a te salette al voluto un dice ho sempre dato il fattore di un po' matrice a farci che c'è te venne tu a niente di me uscire ma c'è da sotto a fai dal marito di marci sta in carcere mia madre sono mai vera che ti ha dato sotto qua e se andò a meglio per colpa io ma sicuro si può stare spesa nel tuo farò te t'amo per tutta sua sorsa ma se invece chi ha scelto io la siete riuscito qui Aldo ma si volta di tonaccio proprio qui te e io le sue proprio che andiamo a sentarci ma sicuro mi sta in sintere ma più che se ne fa di un po' ma che ne prendo ma se ne fa di un po' si dà e spero che si sentate testa mi spisco un sacco ma così ma a tempo di un altro ne faccia un po' ne manca da più che sente troppo da spasso che con il dosenga masiera la tua scimmia te gli assuri un buon canale ma te gli un po' d'un bionio riuscite a quando per il chi anda che è pezzo d'anno a me ne c'è gli istanti stalat punto sciò e c'è me min da di più par sa amaro punto sciò si è tmer e ancora fogadalmat tesznek egymásnak Isten színe előtt, és fontos azért is, mert ilyenkor üzenetet kapnak Istentől az ő igéje által. Az alkalomra felolvastuk a 16. Zsoltárt. Ez a Zsoltár egy nagyon szép bizonyságtétel. Annyira általános ez a bizonyságtétel, hogy minden Krisztusban hívő magáénak mondhatja ezt a Zsoltár. És hiszem azt, hogy házastársak is közösen elmondhatják ezt a Zsoltárt, úgy, mint egy bizonyságtétel. Mint egy közös nyilatkozatot. Már az első napon. Hiszem, hogy egy olyan bizonyságtétel ez, amivel az ifjúpár azonosulni tud ezen a mai ez a bizonyságtétel először is egy döntésről szól. Egy fontos döntésről. Az életben vannak fontos döntések. Amikor az ember egy lakást vásárol, vagy épít, egy komoly döntés, nagyon fontos döntés, vagy a pályaválasztás, a házasság kérdésében. Talán a házasság kérdése az a legfontosabb döntés elé állítja az ember. Mégis azt mondom, hogy van még ennél is fontosabb. Menekülhet. Még ennél is fontosabb. És ez az, amikor az ember eldönti, hogy ki lesz az ő életének az Isten. A Biblia arról beszél, hogy van egy igaz Isten. És vannak hamis Isten. És azt mondja Zsoltár író, hogy ő nem fogja a hamis eldöntötte a szívében azt, hogy ő nemet mond a bálványnak. Erről beszél itt a 16. Zsoltárban, a 4. versben. Azt mondja, megsokasodnak fájdalmaik, akik más Isten után sietnek. Nem áldozom meg az ő véres italálkozatjukat, és nem veszem nevüket szárba. Még csak nem is ejtem ki a nevüket a szárba. Én nem követek bálványnak. Nemet mondok a hamis Istenek, a bálványok. Én Istent választom, az egyikhoz Istent választom, hogy ő legyen az életemnek az Ura. Ezt mondja a második versben. Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy te, ennél jobbat nem tudok, feletted való jól nincsen. Hát Istenhez szólok, és őt szólítom meg, és azt mondom, te vagy az én Istenem. Én így döntöttem. Te leszel az én életemnek Ura, az én életemnek Istene. És hiszem, hogy egy ilyen döntés történt itt a testvéreink életében is, ugye a Laci életében, mint a Henny életében. Amikor az Urat választották, hogy az igaz Isten, az egy igaz Isten legyen az ő életüknek Ura. És amikor nemet mondtak az idegen isteneknek, a bálványoknak.
Nem lehet az Isten szolgálni úgy, hogy megtűrjük az életünkben a bálványokat is. Mindkettő nem fér el az életünkben. Vagy Isten, vagy a bűn, a bálványok. Hogyha Istent választja az ember, akkor nemet mond a bűnnek, és nemet mond a bálványoknak. Aztán ez a bizonyságtétel szól a gyülekezetről is, a Krisztus gyülekezetéről. Mert aki elfogadta Istent, így elfogadta az Úr Jézus Krisztust, úgy, mint személyes megváltóját, az az ember szereti a Krisztus gyülekezetét. Azt mondja a Zsoltár író, a szentekben, akik a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűsége. Szeretem a Krisztus gyülekezetét. Az, aki Isten mellett döntött, és véglegesen döntött Isten mellett, az szereti az Isten gyülekezetét. Szereti a Krisztus anyaszentek házát. Szereti a közösséget, a hívőknek a közösségét, ahol tartozik. És hűséges a gyülekezethez, és hűséges marad a gyülekezethez. Imádkozunk értetek, és az Urat kérjük, hogy áldjon meg titeket. Hogy mindig Isten legyen az első helyen. Ő foglalja el az első helyet és a fő helyet a házasságotokban, életetekben. És ugyanakkor legyetek hűségesek a gyülekezethez, a közösséghez. Aztán gyönyörködöm a szentekben, akik a földön vannak. Nem olyan szentekről van szó, akik valamikor éltek a földön, hanem azokról van szó, akik most élnek a földön. Akiket ismerek személyesen, akikkel találkozni lehet minden héten. És az nem más, mint az a helyi közösség, az a helyi gyülekezet, ahol tartozunk. Azok az emberek, férfiak és nők, akikkel együtt szoktuk énekelni, akikkel együtt szoktuk imádkozni, akikkel tartunk lelki közösséget. Az, aki Istent választotta magának, hogy az egek Istene, az egy igaz Isten legyen, az ő életének az Ura, az hűséges az Isten népéhez, a gyülekezethez, a lelki testvérekhez. A bizonyságtétel továbbá szól megelégedésről. Nagyon fontos az, hogy az ember elégedett legyen az ő életében. Azt mondja itt a Zsoltár az 5. és a 6. versben, az Urat, az Úr az én osztályrészem és poharam, te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekem. Meg vagyok elégedve a sorsomban. Meg vagyok elégedve azzal, amit Isten adott nekem. Meg vagyok elégedve azzal, akit Isten mellém rendelt. Nagyon sok házasság azért boldogtalan, mert az ember nincs megelégedve azzal, akit Isten mellém rendelt. Úgy látja, hogy lehetett volna ezt jobban is. Úgy látja, hogy nem volt helyes a döntés. Úgy látja, hogy ő boldogtalan. És mások boldogabbak, mint ő. Áldás az, amikor valaki meg van elégedve azzal, amit Istentől kapott. Meg van elégedve azzal, akit Isten mellé rendel. Van egy nagyon jó barátom, aki gyakran szokta emlegetni azt, hogy milyen nagy áldás adott az Úr neki akkor, amikor a feleségét kapott. De mi is lenne vele? És azt mondja nekem is, mi lenne vele jó, ha nem lenne a feleség? Nem tudunk elég hálát adni Istennek, hogy így alakult az életünk, mert ő így látta jónak. Milyen nagy áldás, hogy itt van mellette az én társam, akit az Úr mellém rendel. És ez is abból ered, ez a megelégedés, hogy az Urat választotta, hogy ő legyen az én életem. Jól döntöttem akkor, amikor az Úr mellett döntöttem. Jól érzem magamat Isten népe között, és jól érzem otthon magamat, az én házamban, az én családomban. Boldog vagyok, amellett, akit Isten mellém rendel. És persze az ember meg van elégedve ilyenkor azzal is, amit neki Isten kirendel. A mindennapi kenyeret, mindaz, ami szükséges az élethez. Isten az, aki kirendel. Ő benne hiszünk, ő benne bízunk, ő hozzá fohászkodunk, ő hozzá imádkozunk, tőle várjuk, tőle kérjük a mindennapi kenyeret. Ne tiltsanak minket imádkozni, ami Úrunk, az Úr Jézus Krisztus,
a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És mi imádkozunk is ezért, hogy Isten rendelje ki számunkra a mindennapi kenyeret. És amikor ezt Istentől megkapjuk, akkor mi hálát adunk az Úrnak. Megelégedéssel, hogy ezt és élvezzük mindazokat a javakat, ami a Isten megáll. Nem úgy látom, hogy a szomszéd kertjében zöldebb a fű. És nem mindig azt hiszem, hogy mások sorsa jobb, mint az enyém. És nincs a szívemben panasz amiatt, amit esetleg Isten megengedett az életemben. Itt nem arról van szó, hogy minden jól fog sikerülni az életben, és nem lesznek problémák, és nem lesznek gondok, nem erről van szó. Arról van szó, hogy nem vagyok egyedül, és persze a házasságban is nagyon fontos, hogy ne csak ketten legyen jelen az Isten az életünkben. Isten legyen az, aki a kettőt egyé teszi, így lesznek ők ketten boldogok együtt. Ha ott van jelen az Isten, a teremtő, a megváltó. És amikor jönnek a nehéz idők, amikor jönnek a viharok, amikor jönnek a gondok, akkor is győzelmet aratunk azért, mert nem hagyott magunkra Isten minket, azért, mert ő az, aki győzelemben segít bennünk. Megelégedés. Erről szól a bizonyságtétel. A bizonyságtétel beszél biztos támaszról. Van úgy, hogy az embernek szüksége van egy támaszra. Főleg akkor, amikor már gyengül, még fizikailag is. Lehet látni, hogy amikor valaki már gyengül, testileg szüksége van támaszkodni valakinek. Megfogja a korlátot, vagy szüksége van egy bot, amire támaszkodik. Az ilyen ember. De szellemileg is, lelkileg is sokszor szükségünk van a támaszra. Nem egyszer történt már velem azt, hogy szükségem volt arra, hogy valaki segítsen. Úgy éreztem, hogy nem vagyok elég erős. Úgy éreztem, hogy szükségem van valakire, aki engem most erősít. És amikor ott volt mellettem a feleségem, ő volt a támasz. És volt olyan idő, amikor én lehettem támasz az őszintén. És hiszem, hogy ez így lesz veletek is. Úgyhogy az egyik gyengébb is, olyankor ott van a másik mellette. És ott van itt egy biztos támasz. De itt a Zsoltár író nem erről beszél elsősorban, hanem arról beszél, hogy az ember biztos támasz, ami mindig működik, maga az Isten, akit választott, aki mellett döntött. Ő az, akire támaszkodhatunk az ember mindig minden időben. Azt mondja itt, az Úr a nézem szüntelen, mert jobb kezem felől van, ezért meg nem rendülök. Hát van olyan idő, amikor könnyen megrendül az ember, és kimondnak a lábai, és el is esik. És ilyenkor szüksége van arra, hogy Istenre támaszkodjon. Hogy ott van az én jobb kezem felül, de közel van hozzá. Én az ő közelségében élem az életem. És az ő jelenlétében élem az életem. És nem csak annyiról tesz bizonyságot, hogy tudom, hogy közel van hozzám, hanem azt mondja, látom is őt. És nem csak, hogy látom őt, hanem azt mondja, ránézek. Őt szemlélek. Nem csak arról van szó, hogy látható, hát ha éppen akarom, akkor megláthatom, hanem ő ránézek, és őt szemlélek. És nem veszem le róla az én tekintetem. Eszünkbe jut az a jól ismert történet az evangéliumból, amikor Jézus Krisztus tanítványa Péter elindult a vizen. És ment a vizen egy darabig, aztán elkezdett süllyedni. És úgy olvasjuk az evangéliumban, hogy akkor kezdett süllyedni, amikor látta a viharat. Látta a habokat. Levette a tekintetét az Úr, Jézus Krisztusra, és nézte a fenyegető viharat. Zsoltár azt mondja, én az Úrra néztem szüntelen, megszakítás nélkül. Elég egy kicsi szünet. Úgyhogy leveszem a szemeimet Istenről, az Úrról, Jézus Krisztusról, és már is elkezdek süllyedni. Az, hogy élvezhessem az ő támaszát, az ő segítségét. Szükség van arra, hogy ő ránézzek szüntelen, állandóan. És ez most nektek szól elsősorban, kedves ifjú testvéreim, de minnyájukra szól. Ne vegyük le a tekintetünket Istenre.
nézzünk ő rá, szintelen. Ő ott van közel hozzánk, ott vagyunk az ő jelenlétében. És akkor, amikor nehéz az út, amikor mi gyengék vagyunk, ő akkor érezünk és tapasztalni fogjuk azt, hogy őt megtartunk. Aztán a bizonyságtétel beszél reménységről. Az a hűség, amit ti egymásnak ígértek ezen a mai napon, az érvényes bennünk. Régi magyar közmondás, ásó kapa, válaszol el nekünk egymást. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mi egymás mellett maradunk mindvégig. A halál fog csak elválasztani minket egymást. Emlékszem rá, amikor én is ezt odasúgtam a feleségem szívében. Egész életre. Csak a halál választott el minket egymást. És figyeljen ezt a kérdéseket. Viszont utas voltál, még a halálon is tűnt. És azt mondja, hogy a hívőnek reménysége van, egy olyan reménysége van, ami a halálon túl van. Olyan, mint egy horgony. Az ember kihorgonyozza magát. Az örökké valóság. És azt mondja itt a 10. verben, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented ott hagyásd. Miről van itt szó? Itt szó van a Krisztus feltámadásáról, és szó van a hívők reménységéről. Mert Jézus Krisztus az Isten szentje, akit eltemettek, és akinek a teste nem látod rothadást, mert feltámad. Kijött a sírból, írások szerint feltámad harmadnapon. És szó van itt a hívők reménységéről, mert ez reménységet ad a hívők. Úgy, ahogy Krisztus feltámadik, úgy fognak a hívők is feltámad. És akkor, amikor hívő házastársak közelednek a sírhoz, nem azt mondják, hogy na itt vége mindennek, szép volt, de itt most már mindennek vége. A hívő házastársak nem így válnak el egymást. Azt mondják, viszont látás. Mert látsz. Nem egy szeretet nekem. Egyik előbb meg kell, mint a másik. Az elválásnál itt van az. Ez viszont látás. Van feltámadás. Krisztus feltámad. Az ő teste nem látott rothadást. Ő feltámadott, tehát van feltámadás. És ahogy ő feltámadott, úgy feltámadnak a szentek, a hívők is. Van reménység. Végig itt a földi életben. Érezni, tapasztalni, élvezni az ő jelenlétét, az ő áldását, az ő segítségét, és a házas élet is ettől lesz igazán szép. Ezt merem mondani, ezt hirdetem. A házas élet attól lesz igazán szép, hogy ott van jelen az Úr. A házasság. Ő megkapja az őt megillető helyet, az ő helyet. Akkor lesznek igazán boldogok, mert erről beszél a bizonyságtétel, ez az utolsó pontja ennek a bizonyságtételnek. Örömről van szó, örömről beszél. Többször is, vagy háromszor is említi az örömet. Azt mondja, örül a szívem, örvendez a lelkem. Hát ez egy és ugyanazt jelent. Miért mondja mégis kétszer? Azért, mert így hangsúlyozta. Öröm van az élet. Örül a szívem, örvendez a lelkem. És a 11. versben azt mondja, hogy a jobbodon gyönyörűségek vannak, öröm van, teljes öröm van bennem. Tehát amíg ezt mondom, öröm van a szívem. Most, amikor erről beszélek, azért örül a szívem, amit itt elmondtam, amiről szó van a bizonyságtételben, ez örömre kelti a szívemet. Ez örvendeztet engem. Azért örül a szívem, és amikor ezt elmondom, amikor erről bizonyságot teszek, akkor is a szívem telve van örömmel, örömmel beszélek erről. És a 11. vers pedig arról szól, hogy ez az öröm az állandó, addig, amíg Isten jelen van az életünkben, addig tart az öröm. Mert teljes öröm van, te nálad a te színed előtt, gyönyörűségek vannak mindenkinek. Tehát nem csak itt a földi élet. Azután is, miután befejeztük a földi életünket, pályafutásunkat itt a földön, azután is tart ez az öröm. Isten jelenléte állandó örömet ad, garantálja az állandó örömet az életünket.
kívánom, hogy ez az öröm kísérje titeket. Végig. Itt a földi életben. És majd oda át is az öröm. Ezek a következő pillanatok is, hiszen amikor meg fogtok szólalni, és fogadalmat teszek, ez gondoljátok csak bele, meghatározza életeteknek átölelő részét. Hallgassátok meg azokat az igéket, amelyek a házasságról szólnak, úgy ahogy az Efézusi levélben olvassuk az 5. részben. Ez most különképpen nektek szól. A 21. versről kezdve olvasom egészen a részvégéig. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyokat is saját férjeteknek, engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szerestétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feledőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségből az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy csömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és feteletlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból vagyunk. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is, egyen-egyen, ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Az asszony pedig meglássa, hogy férje a férjét. Kedves vőlegény,
hiszed el, hogy a Jóisten a házasság szerzője, és hogy a melletted álló mennyasszony Henrietta, ő rendelte neked feleségül. Ígéred el, hogy feleségedet szereti fogod, és hűséges teszel hozzá az élet minden körülményei között, betegségben vagy egészségben, szegénységben vagy gazdagságban, jó napokon vagy nehéz napokon át, mindaddig, amíg a halál elválasztja neked egymástól. Kedves mennyasszony, Henrietta, hiszed el, hogy a Jóisten a házasság szerzője, és hogy a melletted álló vőlegényt, Lászlót, ő rendelte neked férjedül. Ígéred el, hogy férjedet szereti fogod és hűséges leszel hozzá az élet minden körülményei között, betegségben vagy egészségben, szegénységben vagy gazdagságban, jólétben vagy nehéz napokon, minden időben, addig, amíg a halál elválasztja neked egymástól. Halotta a Jóisten, a láthatatlan és a látható tanúk, aki fogadalom tételeteket, mi szeretnénk most imádkozni azért, hogy a Jóisten kegyelme legyen a ti életeteken, azon, ami előttetek áll, mint út, mint életút. Arra kérem az ünnepületet, hogy fennállva imádkozzon, Krisztus Pát pedig kérem majd az Úr előtt. Mindenható Istenünk, jó Atyánk, hálát adunk neked köszönjük Pálért, köszönjük őket külön-külön, Lászlót és Henriettát, köszönjük az ő életüket, köszönjük, hogy őket ajándékba adtad külön-külön egy-egy hívő családba, ahol Isten kérelemben nőhettek fel, ahol megtapasztalták a te szeretetedet, gondviselésedet, és köszönjük azt is, hogy gyülekezetben is nőhettek fel, ahol körülvette őket a testvéri közösség és a szeretet. Köszönjük azt, hogy az ő életükben munkáltattál, és még ifjú korban megismerték a megváltót, az Úr Jézus Krisztust, és befogadták az ő szívükbe. Köszönjük azt az új életet, amit benne nyerhettek, és hálát adunk azért, mert mint követőid, úgy tanácsaiddal körülvetted őket, megőrizted őket, és a te tőled jövő vezetés szerint azzal a hittel, hogy tőled nyerték az indítatást és a bizonyosságot, megtalálhatták egymást, és együtt most indulnak a közös úton, a házasságban, a családi életben. Urunk, kérünk, hogy áld meg őket ezen az úton. Így segítőjük, hogy egy neked kedves család legyenek. Férj és feleség mindketten külön-külön betöltsék azokat a feladatokat, amelyeket rájuk bízol ebben a minőségben. És kérjük, könyörgünk azért, hogy áld meg őket kitartással, hűséggel mindvégig, azzal az elhatározással, hogy ők egyedül csak neked szolgálnak, és te legyél ott, mint Úr és Király az ő életükben és az ő családukban. Könyörgünk azért, hogy legyenek egy egészséges családja, és sejtje ennek a gyülekezetnek. És ha jó napváltat kérünk, hogy áld meg őket gyermekáldásra is, gyermekeiket pedig neveljék fel Isten félelemben. Kérünk, hogy adj nekik, ha lehet, hosszú életen át egészséget, és különösen lelkileg egészségesek legyenek, szolgáljanak neked hűséggel. Jó Istenünk, te ismered a jövőt, mi nem ismerjük, de rád bízzuk őket imában, és imával kísérjük őket, és kérünk, hogy a te áldásod legyen ezen a házasságon, amely most itt köthetik a te szentséged előtt. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg.
tudok foglalni helyet. Ti most már nem vagytok a magatoké, hanem egymáséi vagytok, és amit a Jóisten egybe szerkesztett, az emberre válaszol szint. Köszönjük titeket sok szeretettel, ezekkel a pillanatoktól kezdve Szekeres László és Henrietta a házasok. És ezért házasságokra kívánjuk Isten gazdagát. Köszöntések következnek az ifjú pár számára. Szűcs Árpi és Orosz Tibi részéről először, utána egy duett következik, és majd Elekes Edith és Elekes István.
hatos énekcsoport fordére kell, utána a Diószegi Bianca és Szekeres Tamás szolgálnak köszöntéssel, majd az ifjúsági kórus énekel, utána pedig Szekeres Eszter és Petyár Lórán.
lelkiszeletünk végéhez közeledve. Először elmondom azt, hogy holnap ezen a helyen Isten tiszteletet tartunk, úgy délelőtünk délután. Vasárnapi alkalmainkra hívunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Aztán elmondom azt is, hogy most a Isten tisztelet után szeretett vendégségre hívnak mindenkit, itt kint az imaház útján. Most énekelni fogunk együtt, és aztán imádni. Csak a szeretet képes arra, hány fel is énekelt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei atyánk szeretete, és a Szentlélek áldott közössége legyen az ifjú párral és mindnyájunkkal mindörökké. Amen. Kérjük szeretettel, hogy mindenki maradjon a helyén, addig, amíg az ifjú pár az ajtót hoz meg. Köszönöm. Thank you.
what you can do is try to know who your friends are. As you head on to the wall,